A pünkösd utáni 10. napon, csütörtökön, a katolikus naptár szerint úrnapját ünnepeljük. Krisztus titokzatos testét, az oltári szentséget ünnepli ilyenkor az egyház. A mai nap az egyház úrnapját, vagyis Krisztus teste és vére ünnepét ünnepli. Ez a nagy esemény, amikor is a mi úrunk Jézus Krisztus nagy csütörtökön megalapította az ő testének és vérének az asztal közösségét, és az egyház jogosan is, hiszen az Úr Jézus ránk hagyta ezt a nagy titkot, ugye az ő apostolja, az a követően ugye a papokra is, és most ezt így évről évre megünnepeljük. Az esemény helyszínéül Nagyvölgy szolgált, amely 2015 óta az első elnéptelenedett település Vajdaságban. Itt születtem. 1960-ban, akkor még nyüzsgött ez a falu, nagy piacok voltak, vásárok, itt ment a kisvasút, úgyhogy itt még nagy nyüzsgés volt. A már elfeledett település és annak eseményei az innen elszármazottak emlékeiben még mindig élnek. Ezért is tartják örvendetesnek, hogy már több éve hagyományá vált a megmaradt feszületnél tartott szentmise, majd az azt követő népünnepé is. Aki a gyermekkorában itt neveledett, azokat próbáltuk egy találkozóra összehívni, és hát az úrnapi nagy búcsú, ami valamikor itt nagyon nagy múltja volt neki, ez fogta meg a gondolatunkat. Évről évre visszatérnek megemlékezni a volt lakosok, és a környékbeli falvakból is sokan kilátogatnak a szentmisére. Gunarasi lakos vagyok, 4 éve van ez a templom, mise itten, és úgy érzem, hogy katolikusok vagyunk, hagyománya van neki, hát akkor őrizzük meg a hagyományainkat, és azért szeretünk lejönni ide. Nem az, hogy micsoda nagy valami, de az embernek, magyarok vagyunk, őrizzük meg a magyarságunkat. Nagyvölgy, Topolya község névszerűen még fennmaradt települése. Mindenképpen szeretnénk plusz forrásokat biztosítani ezen elhalt település részére, ugyanis fontosnak tartsuk, hogy az innen elszármazottak vissza tudjanak jönni egy biztos helyre, meg tudjanak emlékezni az egykori településekről. A hagyományok szerint, ha úrnapján szép az idő, az a bőtermés előjele, sőt régen ekkor nem hajtották ki az állatokat, a mezőn sem volt szabad dolgozni. A hiedelem szerint az úrnapkor sütött kenyér kővé válna, úgyhogy nem is próbálkoztak ilyenkor a kenyérsütéssel sem.